Sziasztok! Újabb videóval jelentkezünk, ami egy olyan termékre fog fókuszálni, ami egy érdekes kis hibrid, mert mi történik akkor, hogyha egy UniFi rekkes routert, egy UniFi switchet és egy UniFi NVR-rel egybeépített kontrollert egybe rakunk, akkor megkapjuk az UDM Pro-t. Akkor mivel is kezdjünk bele? Szerintem mutassuk be a hátterét a UniFi-nak nagyon röviden, aki esetleg nem ismerné, annak azt érdemes róla tudnia, hogy emlékeim szerint 2010-ben indult. Igen, 2010 környékén egy prágai Ubiquiti konferencián mutatták be. Így van. Na, hát ott tulajdonképpen egyetlen egy darab UniFi AP-t tettek le az asztalra a Ubiquiti mérnökei. Nem volt még semmilyen egyéb rész, és nem is nevezhettük ezt egy ökoszisztémának, vagy bárminek. De a lényeg, hogy az Access Point az elindult világhódító útjára, és nagyon nagy sikereket zsebelt be a mai napig. Jelenleg már elérhetőek a AC-s Access Pointok. By the way, most jönnek a Wi-Fi 6-os access pointok hamarosan, mert csiripelték a verebek, hogy az FCC-nél már engedélyezés alatt áll a UAP 6 Lite nevű termék. Ugye ez az, ami az AXS szabvány támogatja. Pontosan, a Wi-Fi 6 az az AXS szabvány, konyha nyelven, vagy érthetőbb nyelven. Vannak hozzá switchek, vannak hozzá routerek, van kontrollerünk. Kontrollerből választható olyan, amiben már a NVR funkció is benne van. Meg van persze rengeteg kiegészítő kábel, SFP modul, mi egymás, de ezt hagyjuk is. És ez a networking vonal? És ez csak a networking vonal, így van, léteznek még kamerák, létezik még egyébként két platform, amit most indítanak az egyiket újra, ez pedig a Talk nevű, ami a VoIP telefonközpont és a készülékek, így van, valamint a LED világító panelek. És ezen kívül meg van egy ötödik, az pedig a Access, ami pedig beléptető rendszer lesz, szintén UniFi termékvonalban, alapokon. Hát körülbelül így néz ki a UniFi. Hardveres kínálata, hogy befejezem a mondatodat. Így van. Hiszen ugye ezek köré épülnek szoftveres, hát hívjuk kontrollereket, vagy provisioning rendszer, ugye ezt az UniFi hívők és nem hívők mindig vitatkoznak, hogy kontroller vagy csak provisioning rendszer. De hát ugye a network köré épül a maga az UniFi controller, neki ez a neve, akkor ugye a Protect nevű szoftvercsomag az a kamerás vonal, illetve hát az Access-ről beszéltünk, a LED-ről beszéltünk, de ugye ezek mind-mind külön telepítendő, vagy külön hardware-re megvásárolandó controller alkalmazások. Igen, vagy szoftveresen tudod még telepíteni, ahogy mondtad. Igen. Jó. Nézzük meg, mi van a dobozba. Jó. Tehát egyrészt értelemszerűen megtaláljuk a dobozban az UDM Pro-t. Az UDM pedig? Az UniFi Dream Machine. Márpedig ez a megnevezés onnan jön, hogy nagyon-nagyon sok felhasználó szeretett volna, mint az intróban is láthattátok, több elemet, lásd controller, switch, router, mi egymás, egy termékben megvásárolni, és ez lett a UDM. És a dobozban még található... Vannak némi kiegészítőink. Tárkábel, olvasnivaló, regfülek, hisz ugye ez egy regkes eszköz, valamint szerelési kellékek, eredeti nevén hardware kit, és ennek azért a kidolgozása megér egy pár másodpercet. Igen. Tehát az összes kosáranya, regcsavar, regfül felfogadó csavar, HDD felfogató csavar, de nem spoilerezzük le, illetve gumilábak, hogyha nem regbe szeretnénk tenni, hanem valamilyen polcot szeretnénk felszerelni, és nagy előnye ennek a kitnek, hogy szerelés közben nem hagyjuk el a csavarokat. Ez óriási. Korábbi termékekhez is jött már ilyen, főleg a legdrágább access pointokhoz jött, azt hiszem az SHD meg a HDAP-hoz. Igen, először. Szuper, szuper dolognak tartjuk. Már csak a fehér cérnakesztyűt hiányolom a dobozból, hogy ne taperoljuk össze szerelés közben az eszközt. Így van. Jó! Mi van az eszközön? A kezem? Bontsuk ki! Mi van bent? Mi van kint? Mi van kint? Kezdjük a külsejével, jogos. Hát az első elnézésre is látszik, hogy van rajta 8 darab switchport, van rajta 2 darab van, tehát dual vanos routerről beszélhetünk,
legalábbis shooter funkció tekintetében, valamint van rajta egy SFP port, egy plusz port, amivel pedig SFP uplinket adhatunk a SFP-vel rendelkező switcheinknek. Ezen kívül van rajta egy érintőképernyő, erről majd később egy kis videót berakunk, és van rajta egy HDD drive, amiben pedig betehetjük a merevlemezünket. Nagyon fontos, nem jön merevlemezzel üres eredeti állapotában. Olyan merevlemezt választunk bele, amilyet szeretnénk. Érdemes megnézni az ajánlott HDD-k listáját a Ubiquiti vonatkozó oldalán. Hátul. Tápcsati. És RPS, ugye? Úgy hívják? Igen. Redundant Power System Supply. USP. USP Connect a neve. Legalábbis ez van ide írva. USP Connect a neve. Erről még szintén lesz egy rövid kis bevágásunk. A csavarokat már korábban eltávolítottuk, természetesen dobozból kiszerelt állapotban nem jön le ilyen könnyen a teteje. Hát nézzük a belsejét. Van egy táppanelünk, van itt egy LCD vezérlőnk, hisz itt van az érintő képernyő, valamilyen alaplap, hálózati csatlakozók, processzor és a Winchesternek a helye. Némi légüres tér, hiszen rack szélesre kell legyártani a terméket, de hát látjuk, hogy fel akkorába is elfértünk volna. Ha már alaplap, ARM 64 bit 4 mag, ha jól emlékszem. Így van. Órajelet most nem tudom, de a leírásban megtaláljátok. Illetve 4 GB memória. DDR4-es RAM. 14 GB-nyi valamilyen flash alapú tárhely, tehát belső tárhely. Ugye itt futnak a kontroller szoftvereink. Telepített szoftverek, így van. És akkor ugye a HDD bővítő, ahova mondjuk, nem tudom, 1-2-4 terabájtnyi HDD-t beteszünk. Azt 8-ast is támogat, 8-as. De azért itt hozzátenném, hogy lehet, hogy még lenne hely még egynek. Csak mondjuk RAID vezérlőt még beleálmodni, biztos megdrágítaná a setupot, de azért egy második lemezt is lehetne tenni bele, biztosan, mert biztos alapon, ha már ennyi helyünk van. Remélem hallgatják a Ubiquiti mérnökök. Röviden ennyi. Egyébként még az elmondható, hogy a légcsatorna az szerintem tisztességesen ki van alakítva. Tehát látható, hogy ugye hátul mozog a levegő, itt a ventilátor, és előről szívja be, tehát az elején látható kis vágásokon jön be a levegő. Amúgy mindenhol máshol le van zárva, azt ugye a ventilátor beleküldi ebbe a légcsatornába. A CPU-n keresztül, illetve itt van még egy kis ventilátor, ami a HDD hűtéséért felelős. Így van. Megoldották, hogy ne kelljen ezt 4-6-8 ventilátorral hűteni, hanem 2, ugye egy a zajszint sem mindegy, hogy mennyit produkál az eszköz. Így van. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy nagyon kis csöndes. Ahhoz képest, hogy mondjuk, ha mondjuk akár egy USG 4-es routert veszünk elő és bekapcsoljuk, azért az vonyít. Ez a termék, ami sokkal több funkciót lát el, sokkal halkabb. Tehát erre is figyeltek a Ubiquiti mérnökök. Big thanks. És akkor a szoftver, ha már a hardware-t kiveséztük, ugye, ha jól tudom, akkor az Unifi OS az ezzel a termékkel debütált. Így van. Eddig voltak úgynevezett Unify controller, meg kamera rendszer, egyéb, mindig másképp hívták az alaprendszert, viszont ez Unify OS, és a Unify OS-be tudjuk telepíteni a már korábban is vert controller alkalmazásokat, illetve hát rá is van telepítve 4 ebből gyárulnak. Nem, előtelepítve csak a network van, és tulajdonképpen egy gomb megnyomásával letölti a protectet és telepíti magára, valamint a másik két jelenleg elérhető, a Talk és az Access kontrollert is. A Talk volt a VoIP rendszer, az ami Access... Még, ami még beta, nagyon fontos, tehát arra még azért ne nagyon építsen senki. És az Access pedig a beléptető rendszer. Így van, ott meg hardware nincs, tehát arra se építsen senki. A szoftver elvileg már nem beta hozzá, de még igazándiból csak early access-es a hardware, tehát az Access-nek a különböző elemei, beléptetői, stb. Röviden, az USP RPS nevű új termékről. Igen, pont van egy ilyen ide készítve nekünk. Hát, aminek az előlapja nem túl beszédes, ellentétben a hátsó fele annál sokkal inkább. Bizony. USP RPS. Az RPS a Redundant Power Supply-nak a rövidítése. Így van. Tehát egy redundáns tápellátást tudunk adni ezzel a rekbeszerelt Unify eszközeinknek. Amelyek rendelkeznek ezzel a
Ezzel a porttal. USP porttal? USP portnak hívják? UPS. USP. USP. Hát gyerekek, miért nem lehetett UPS-t? Na mindegy. Igen. Tehát az újfajta Unifi switchek tudják, ugye a Gen 2-esek. A Gen 2-esekből a Pro switchek tudják, igen. Az UDM Pro tudja ezt a feature-t. Router? Security gateway van? Nincs, ami ezt tudná. Valamint van még, ami hamarosan debütáló négy port, vagy négy merevlemez helyes NVR is fogja tudni ezt a feature-t támogatni. Röviden arról van szó, hogy adunk neki egy betápot, és vannak tápkimeneteink, amiket... Hát így, igen, ez egy kicsit macere, de így néz ki, hogy ide lehet bekötni ezt a kábelt, és a kábel egyik fele megy ebbe a tápegységbe, mert ez nem más, mint egy tápegység, és a kábel másik fele pedig megy a switchbe, UDM-be, vagy amiben szeretnénk. Amiben szeretnénk, meg ami majd még ezt támogatni fogja. És hogy lesz ez redundáns? Úgy lesz redundáns, nagyon érdekes, egy teljesen új megközelítése a Ubiquitynek a redundáns tápegységek felé. Ugye korábban úgy nézett ki, hogy minden egyes eszközben kettő darab tápegység volt, és mind a kettő tápegységet bele kellett szerelni mindegyik eszközbe, és azok hotswap-esen cserélhetőek voltak. Itt az a koncepció, hogy egyetlen egy tápegységem van, az ez, ami az összes redundanciát megadja az összes eszközömnek. Ergo mindegyik normál switchembe, routerembe bedugom a 220-at, azzal megtáplálom, standard azon megy, de amikor bármelyiknek tápegység meghibásodása van, onnantól fogva abban a pillanatban átáll ennek a, erre a betáplálásra. Sőt, hogyha ez elé még bekötünk egy UPS-t, akkor tulajdonképpen szünetmentesíthetjük is ezt az eszközt, és ezen keresztül az összes routerünket, switchünket, amit ez ellát. Van. És a doboz tartalma, ez nekem nagyon tetszik, ezt mondjuk ki. Nem tudom, ez is ilyen kis finom. Még egy ilyen hardware kit, regbeszerelős csavarok és egyéb társai. Fejjel lefele próba, ez se gurul szét. Nagyon jó. Szeretjük. De erről majd úgyis egy külön videót fogunk csinálni. Forgatni. Így van, leteszteljük, rákötjük a adott eszközöket, kihúzzuk alól az áramot, aztán megnézzük, hogyan működik. Meg eleve a menedzsment felületét, mert ugye ez is rendelkezik menedzsmenttel. Itt köthetjük rá a hálózatunkra, valamint ennek is van egy érintőképernyője, amin mindenféle alap feature-öket tudunk állítani, megnézni, állapotot ellenőrizni, stb. Az UDM Pro-nak van egy kis testvére, az UDM. Erről nem fogunk túl sokat most beszélni ebben az adásban, mert igazándiból ez ugyanaz, mint az UDM Pro, csak némi feature hiányzik belőle. Ezek pedig az NVR funkcionalitás, meg egyéb bármit sem tudunk rátelepíteni, tehát sem access-t, sem talk-ot, sem ledet, semmit nem tudunk rárakni. Ez egy egész egyszerűen olyan all-in-one megoldás, ami szintén egy kívánalom volt a felhasználók részéről korábbról, hogy építsünk össze egy routert, egy switchet, egy kontrollert, és itt jön a különbség, egy access pointot is, tehát Wi-Fi access point is helyet kapott ebben az eszközben. Nagyon kis finom egyébként kint a kialakítása. Azt hiszem ennyi volt az adás, köszönjük figyelmeteket! Sziasztok! Ciao! Iratkozzatok fel! Iratkozzatok fel! Nyomjatok csengő gombot! Csá! Úgy is kezdjünk. Mesélj arról, hogy mik az első tapasztalatok. Eleve kalandosan indult. Én nekem akkor lett elegem az egészből először. Ezen egy alapvetően más szoftver fut, mint az eddigi UCK G2-kön. Kipróbáltad a load balance-ot? AR. Érintőképernyő. Mit tud? Mi látszik rajta? Mi nem látszik? Találkoztam megint egy buggal, vagy feature-rel, most ebből a szempontból nem tudom, hogy melyik. Oké, ezt visszatekerem.